Sziasztok srácok, itt Zsomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és a mai napon egy nagyon érdekes dolgot hoztam el nektek, ugyanis egyáltalán egy kézzel fogok Brawl Stars játszani, és azért, hogy hihetőbb legyen, és ti is jobban láthassátok a dolgot, ezért beszereltem egy második kamerát is, aminek a segítségével sokkal jobban fogjátok látni, hogy mit is csinálok a kezemmel, meg amúgy szerintem elég hihető lesz, mert elég bénán fogok játszani. Na mindegy, szóval a mai napon egy kézzel fogok játszani, viszont mielőtt belegyünk a videóba, szeretnék egy kis gyors blokkot szentelni a mai videó szponzorának. Mint ahogy azt a rövid videóban láttátok, az Enelba.com szponzorálja ezt a videót is. Van a Zsomac nevű kódom, ott lesz az összes link a leírásban. Ez igazából egy honlap, ahol mindenféle játékokat tudtok vásárolni, olcsóbban kódokat, amiket be tudtok váltani, akár Steamen, Originen, bárhol. Itt van például Minecraft 1,95 euróért, GTA 5, különböző régebbi játékok, vagy újabbak, tehát hogy itt nézzetek körül, nem csak PC-re, konzolra giftkárdok is vannak, Xbox, Nintendo, PlayStation, vagy csak szoftver, amit csak szeretnétek igazából, úgyhogy csekkeljátok le az oldalt mindenféleképpen, nagyon-nagyon jó kis akcióik vannak, hétvégente meg pláne. Ott lesz az összes link a leírásban, ahol tudjátok csekkolni igazából a linkeket, meg a promókódomat, amivel ingyen kis pénzt is kaphattok. Úgyhogy ennyit igazából a mai videó szponzoráról, és akkor szerintem showdown fogunk játszani a Flying Fantasies pályán. Először hát nézzük meg Colt-tal. Előtte kinyitom ezt a kis dobozt, hát ha lesz benne valami. Egyébként a kis karakteremben vagyunk, mint láthatjátok. És hát akkor az a terv, hogy jobb kézzel fogok játszani, és a bal kézemmel csak fogom a telefont, hogy rögzítsem a helyén, és a jobb kezemben pedig fogok mozogni és lőni is, ami a kettő egyszerre nem fog menni, vagy két újra megpróbálom, nem, az nagyon rossz. Na, hát akkor menjünk le, azt mondom, menjünk le, lőjük, akkor is hangtoltak, na, egy doboz megvan, ó, te, hello, ó! Oh! Nem. Na jó, ezzel majdnem nagyon csúnyán meghaltunk. Ez nagyon szép. Ne! Úristen. Egy helyben állok és autóadtakozok igazából. De Colt, miért engem lősz? Ne, ötödikként kiestünk. Hát jó, ez teljesítető, így csak nagyon lassan tudunk haladni, és nem tudunk mozgás közben lőni. Szerintem meg kéne próbálni ezt a két ujjas variációt, ami hát még nyilván mindig egy kéz, de lehet, hogy én átváltok. Nem. Maradjunk Colt-nál. Nem, ez így nagyon... Vagy így. Jesus. Nagyon rossz így. Azt azért felvenném. El kellett volna nyomni az ultit. Istenem, ez mondjuk bénaság volt itt, ezt nem amiatt haltam meg, mert egy kézzel játszottam. Tehát, hogy nem baj, próbálkozom még. Egy ilyen első helynek nagyon örülnék, meg mondjuk valami kijönnek is. Bár már lehápézás az volt jó pár. Akkor lemegyünk. Maradunk ennél a két ujjas variációnál. Jó. Szia, Bull. Húha. Jaj, ne. Shit. Egyszerre meghaltunk!
Egymást! Ne! Miért csinálod ezt? Ez nagyon rossz. És hetedik. Istenem, Istenem, ez valahogy nem úgy megy, ahogy elterveztem egyelőre. Lehet, hogy más játékmódot kéne játszani, vagy gyakorolnom kellett volna botokkal, én nem tudom. Minden esetre, hát nem megy a legjobban. Próbáljátok ki egy kézzel, szinte lehetetlen amúgy. Mert hogy lehetséges, mint láthatjátok, csak nehéz. Bár így kezdek belejönni őszintén szólva. Bár a nem autóatak az még nem megy. Yes. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Nem tudom, miért találkozom ilyen hülyeségeket magamnak őszintén. Jó ötletek tűnik, amikor eltervezem, aztán amikor meg kell csinálni, akkor már nem annyira jó ötlet. Ne! És még a bull is. Nem, a bull az előbb halt meg, vagy mi? Nem tudom, mindjárt kiderül. Ha tudjuk, nem hat-trick-ig lettünk, akkor én haltam meg előbb, mint a bull. Nem tudom, miért futottam be oda a középre. Na várjatok. Bounty. Úristen, nem. Én azt nem akarom. Én azt nem akarom, Gamgrab. Menjünk a Gamgrabet Pokóval, szerintem abból baj nem lehet. A Pokóval azért szerintem elég szépen lehet autóatakozni, legalábbis gondolom. Most 10-valahány kupánál vagyok, csak nem lesznek annyira durva ellenfelek. Akkor igazából a stratégia az, hogy megyünk és autóatakozunk, és a wifi-vel pedig bajok vannak, nagyon jó. És igazából csak itt rá kell nyomnom a gombra. Ne már! Ne! És itt az autótok nem működő. Nem, magamat híleltem csak. Ups. Nem állunk túl jól. Nem állunk túl jól. Nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretném. Ezt nem tudom, miért csináltam. Csak 2000-et híle, nagyon vicces. Kire vannak el műk? Megvan. 9 HP vagy mennyi. No. Úristen, ez szörnyű. Nem, Maci, ne. Hogy van több gemjük? Mert ott van a Brocknál az összes. Uha, 8-uk van. Shit! Ne, countdown! Ne, srácok! Srácok, szedjük össze magunkat, ez az. Gyerünk! Ne, megint! Aj! Azt a hülye brokkot kéne meg, nem baj, 9-ünk van. 10? Nem, most neki 9. Még egyet. Hát ez elég rosszul ment, azt kell mondjam, és fájnak az ujjaim is, hogy őszinte legyek, nem játszom veletek még egyszer, köszönöm szépen. De Poco, Poco, ez lehet az. Ez lehet az, akivel tudunk érvényesülni, tehát hogy Poco. Úristen, dupla pokó, eneminél Krish, az lehet magyar ráadásul. Úristen, ez nagyon kényelmetlen. Futás van. Jók vagyunk.
Úristen, ez... Hogy csináltam eddig? Így. Kilenc, srácok, gyerünk! Nem, miért haltál meg? Meghalok. Nem. 8 gem van nálam. Futás, srácok! Futás! Nem fog lőni se. Na jó, de. Nice. Healej, healej. Nem, másik kézzel hozzányúltam autó. Automatikusan. Ez nem számít, srácok. Úristen, belaggoltam, mint az állat. Nálam van 10 gem. Miért nyúltam hozzá másik kezemmel? Miért nyúltam hozzá? Nem baj, nyertünk. De Pokó, Krisz, te miért vagy itt velem? Tehát, hogy... Na, nincs semmi, neked meg kéne védened, vagy valami, nem tudom. Jó, van, nyertünk, ez az. És én vagyok a Star PR, na. Volt egy-két killünk is azért, meg Star PR, meg nyertünk is. Úgyhogy, tök jó, de nyilván természetesen nem elégszem meg. Gemgrab pipa. Hát ezt a showdown-t ezt valahogy nagyon meg kéne oldani, szerintem próbáljunk Shelly-vel. Nem tudom, fájnak az ujjaim egyébként. Tehát, hogy ez így valahogy sehogy sem jó. Ezt kell, hogy mondjam. Itt voltál próbálkoztunk, most próbáljuk meg Shelly-vel. Jó. De lemegyünk, hát ha ott... nem nincs, akkor nem megyünk le. Kulta fel. Ne! 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 Azt a! Úristen, mit péjeltem egyébként? Hát, ott el kellett volna futni, és nem szabadott volna lőni, és akkor fel tudtunk volna hílelni. De ez mi volt már? Úristen! Úristen! Nem baj, nem baj. Pont azért vagyunk itt. Stratégiákat tanulunk. Jó. Négy ütés kell egy ilyen dobozba, nagyon jó, ott nincs semmi, haver, csak szólok. Jó, nem baj. Lol. Köszi. Köszi. Ne, két HP! Istenem! Hogy az... Egy milliméterrel közelebb mentem volna, és meg lett volna. Pedig ezért ez elég szép meccs volt. Azért, ezt valljuk be, srácok. Ez elég szép meccs volt. Nem akarom egyébként túlzottan hosszúra a videót, mert... szörnyű. Tehát, hogy próbáljátok ki, srácok, tényleg. Nagyon rossz, nagyon rossz. Nagyon rossz így játszani egy kézzel. Nem is tudom, honnan jött ez az ötlet. Lehet, hogy külföldön láttam, de nem hiszem, hogy külföldön lennének ennyi idiótak az emberek, mint én. Bár előfordulhat. Na mindegy, szóval, hogy... Nagyon adom. Egyébként nem rossz challenge, csak nehéz. Bár lehet vele ölni, mert bének az emberek. A nagy karakter, mert biztos vagyok benne, hogy nem tudnék normálisan játszani. Nice. Hat. Hat.
No. Ne válj. Oh! Hülye róza! 10! 10! Meg kell nyerni, srácok! Srácok, ezt meg kell nyernem. Hogy csináljam? Nem hiszem el! Na jó, azért ilyen nincs. Egyszer öltük meg egymást, és én lettem a második. Komoly, most ekkora szenvedéssel, és második hely csak. Istenem, szivat ez a játék, szivat ez a játék. De biztos vagy benne, hogy nem fog többet játszani, mert ez valami eszméletlenül szörnyű volt. Minden esetre ezt a chestet még kinyitjuk. És egyébként, hogyha van-e bármi jó ötletetek a másik csatornámon, a második karakteremmel, hogy mit játszak, akkor ezt nyugodtan írjátok le kommentekben. És igazából holnap érkezik egy pályáról videó, amit mindenki utál, utána pedig egy Clash Royale videó lesz, úristen srácok, 7-én Clash Royale videó, úgyhogy készüljetek fel, iratkozzatok fel a csatornára, amit nem tettétek meg, ha tetszett, hogy nyomjatok egy lájkot, és nyomjátok be a csöngőt is, hogyha nem szeretnétek lemaradni a videókról, bár 10 órakor lesznek a videók minden nap, úgyhogy kivéve, hogyha valami változás van, de erről úgyis szólni fogok, úgyhogy köszönöm szépen, srácok, hogy ma is velem tartottatok, és találkozunk holnap a következő videóban. Sziasztok!